Ez lesz a mai egyenes beszéd. Kezdünk. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Nagy Ervin, a 21. század intézet, és Vasali Zoltán, az IDEA intézet elemzője. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Kezdjük az állami megemlékezéssel. Ervin, szerintem pénteken pont veled beszéltem a Spirit FM-en az Aktuálban arról, hogy ezt az ünnepséget nem emlékezzünk 56-ra kellene keresztelni, hanem emlékezzünk 2006-ra. Hát eltelt egy nap, tulajdonképpen ez beigazolódott, amiről beszéltünk, mert a miniszterelnök már talán a második-harmadik mondatában 2006-ról beszélt. Hogy látjátok? Hát ebben nem volt semmi meglepő, mert ugye a Fidesz ilyen szempontból egy ilyen hetekig, hónapokig tartó kampányban építette fel ezt a tematikát. Egyrészt, hogy Gyurcsány ott van az ellenzék mögött, másrészt, hogy 2006 Gyurcsányhoz köthető. Tehát az, hogy a miniszterelnök ilyen szempontból ezt a tematikát folytatta, vagy ezt hogy mondjam, tetőzte be, az más kérdés, hogy azért mégiscsak egy ünnepi beszédről van szó, és hiába lesz fél év múlva a választások, azért az ember az ország miniszterelnökétől kicsit nagyobb eleganciát várnál ilyen szempontból, hogy ennyire átpolitizált. Hát ízlések és pofonok, igen. De voltak éppen, igen, az 56-os forradalom az 56-os forradalom értékeiről szól, és mivel választások előtt vagyunk, egyre inkább a politikáról szól. A baloldalról ugyanez elmondható, tehát hogyha baloldali felszólalókat hallgattad, vagy nézted, vagy nem tudom, hogy kint voltál-e, akkor hallhattad, hogy ott is kőkemény aktuál politikai üzenetek voltak. És szerintem, hogyha már ízlésekről beszélünk, akkor az, amikor Markizai Péter újra előhozta, hogy a Fidesz kormányban mennyi meleg van egy 56-os rendezvényen, akkor szerintem azért ez kicsikét túlmutatott az ünnepnek a méltóságán. Hát akkor ebben lehet egy versenyt hirdetni, igen, lehet, hogy ott is követtek el. Nem biztos, hogy ez versenykérdése, csak el kell fogadnunk, hogy ilyen a politika. Hogy 56-ról, lehet. Vagy az 56-os hősökről legkevesebb szó esett egyébként az 56-os megemlékezésen, és mind a két oldalon, én végignéztem mind a kettőt. Az, hogy térjünk vissza még a Fideszre, hogy ennyire kampánycélra használ a Fidesz egy ilyen megemlékezést, az mit mutat? Nagyon beindult a kampánygépezet, egyetértetek ezzel? Mert amíg régebben talán elmondható volt az, hogy a Fidesz, sőt a miniszterelnök nem beszélt, nem foglalkozott az ellenzékkel, nem is beszélt szinte az ellenzékről, nagyon-nagyon ritkán, egy-két szóban, most viszont annál inkább. El lehetett volna úgy is kezdeni, hogy azért, hogy a baloldalon egy 56-os megemlékezés ennyire a politikáról szólt, azért az azt jelenti, hogy elindult a kampánygépezet. Tehát ez mindkettő oldalra igaz, tehát így pontos szerintem ez a kérdés felvetés. De én ezt nem így tettem fel, mert a miniszterelnökére vagyok kíváncsi, csak mind a kettő, az ellenzékére is tudunk, beszélni. Nem tudjuk szerintem ma a baloldalt és a jobboldalt külön értelmezni. Ma egy olyan kétosztatú magyar politika jött létre, amely folyamatosan egymásra reagál. Baloldal és a jobb oldal a kétosztatúság? Ugye az ellenzék, a Fidesz azt szeretné, hogy ez lenne a kétosztatúság, viszont az ellenzék nem szeretné. De már az eredeti kérdésre alig emlékszem, tehát hogy a kétosztatúság azt reagálom, hogy persze, hát most lehet látni, hogy összeállt egy ideológilag sokszínű egyik oldal, aminek még így ideológilag önmagában egy neve nincs, tehát hogy nem lehet önmagában meghatározni, de hogy visszatérve az eredeti kérdésre, hogy az ellenzékkel foglalkozott, azt szerintem mutatja azt, hogy a Fidesz egyrészt eddig is benne volt a kampányban, hiszen aktívan ők is kint voltak az utcákon, megfogalmaztak ilyen kampányt. Tehát, hogy még azt mondtuk eddig, hogy előválasztások vannak, a Fidesz ebben nyakig benne volt, és rengeteget költött, és most csak azt mondhatjuk, hogy bár meglepő, hogy az ellenzékkel ennyit foglalkozik Orbán Viktor, csak ezt a ritmus mutatja, amit eddig is igazából a háttérben a nyilvános kommunikációban maga a párt mutatott. Mondjuk a korábbi választásokra gondoltam. Korábbi választásokor tapasztaltátok ezt választások előtt, hogy ennyit beszélnek, vagy egy idézet, és akkor eltérhetünk Orbán Viktor beszédére. Azt mondja, akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, ma újra színpadra készülnek, és valahol a Nagyvíz túlsó oldalán készülődik már Gyuri bácsi is, tehát van is Soros György is, de visszakerül Gyurcsány mellé a kampányban. Én azt érzem, hogy korábban a Fideszre azt mondtuk, hogy nem akarja felemelni az ellenfeleit a saját szintjére, és az, hogy most elkezd az ellenfeléről beszélni, ez mégis kvázi ezt teszi, ami különben magában én azt mondom, hogy egy jó fordulat, mert hogy lehet, hogy izgalmasabbá teszi a politikát, vagy elismeri legalább kvázi azt, hogy az előválasztás az olyan ellenzéki szereplőket hozott a felszínre, akik valódi ellenfelek lehetnek esetleg a Fidesznek. De szerintem az nem is volt kérdés. Tehát az, hogy most az 56-os rendezvények politikáról is szóltak, szerintem az most úgy beszélünk róla, mint hogyha ez valami olyan nagy dolog lenne. Én inkább azt látom, hogy szombaton egy fordulópont történt, és szerintem erről érdemes beszélni. Mert igazad van, hogy az előválasztás az egy ilyen felfokozott hangulatot jelentett a baloldalon. Volt egy ilyen felfelé menő időszak, tehát úgy tűnt, hogy a lelkesedés egyre inkább növekszik. Aztán érkezett a szombat, és szombaton ez a rendezvény szerintem ezt megállította. Egy trendforduló van, egy elkeseredettséget látok én a baloldalon,
nagyon kevesen voltak, azon, hogy nagyon kevesen voltak, holott nem ez volt a cél, tehát az volt a cél, hogy nyilvánvalóan az összefogás után meg tudják mutatni az erejüket is. És ezért mondom, hogy nem lehet külön értelmezni a jobb és a baloldalt, hogy eközben pedig a békemenetnél azt láttuk, hogy több százezer ember, tehát a csendes többség kiment az utcára, és egy tábor mellett, egy kormány mellett, egy miniszterelnök mellett kifejezte a szimpátiáját. Csak egy mondat erre, hogy azért látjuk egy kicsit másképp, mert hogy szerintem azért az előválasztási kampány valóban használta az ellenzék erőforrásait, használta az ellenzéki szavazókat is, tehát hogy lehet, hogy dramaturgiailag nem jól lőtték be azt, hogy október 23-a ilyen szempontból milyen összemérezkedés lehet a Fidesszel szemben, de azért azt tegyük hozzá, az elmúlt két hónap ilyen kampánymunkája, egy ilyen éppen összeállt ellenzéki közösség esetében, az lehet, hogy pont egy kifulladás mutat, de ezt nem gondolom, hogy trendforduló lenne, amit előbb mondtál. Mert ez hangulatban egy... trendforduló szerintem. Meglátjuk, ez a követke, az ellenzéknek a következő feladat. Mitől fullad ki, hogy nem mennek oda, mondjuk ünnepelni kimehettek volna. Egyrészt mondjuk megemlékezni 56-ra, másrészt, hogy október 23-a, bocsánat, az előválasztásnak egy olyan dátuma volt, hogy ugye arra futott ki tulajdonképpen az egész, hogy addigra meg lesz a közös miniszterelnök jelölt, meg lesznek a közös jelöltek. Ezt értem, de ugye, és végülis ezt próbálták is megvalósítani valamilyen szempontból, de szerintem arra futott ki, hogy ezen az egész processuson túl legyenek. Ők szerintem arra koncentráltak, hogy... Igen, de úgy értem, hát igen, ezen az előválasztáson úgy legyenek túl, hogy legyen egy valóban egy jelölt, és legyen mögötte 106 plusz jelölt. Tehát ugye ezt szempontból a legfontosabb cél az ez volt, és nem az, hogy most erre ilyen szempontból dramaturgiailag. Ilyenkor azért óvatatlanul is joggal merül fel egyébként nagyon sok emberben, szavazópolgárban az a kétely, hogy vajon az a 800 ezer, aki elment az előválasztásokra, az egy valós száme. És ezt most nem én kérdőjelezem meg, hanem de ez nyilvánvalóan... De ezt nem túlzás állítani egy ilyen megemlékezésben? Hát, tessék kinyitni az újságokat, tessék kinyitni az internetet. Ma már ezek a hangok vannak ott, és pont ezért vannak, mert most nem az volt, hogy kevesen voltak, hanem nagyon kevesen voltak. Ha önmagában a demokratikus koalíció, vagy teszem azt a Jobbik, csinál egy rendezvényt, azon sokkal többen lettek volna, de ez egy látható dolog. A politikában a látható tömeg, a kritikus tömeg az egy nagyon fontos dolog. Csinál a Jobbik egy rendezvényt, akinek a miniszterelnök jelöltje ebben mondjuk így hátul szerepelt van az egész versenyben, ahol többen vannak, mint az egész összes szereplő. Hogyha például a Jobbik teszi a váratságot, és oda viszi az összes. De azt feltételezi, hogy a Jobbik ilyen szempontból nem áll ott, de hogy Jakab Péter meg ott volt a színpadon. Tehát, hogyha Jobbik nem állott, akkor ez viszont megint egy újabb kérdést vett fel az összefogásra nézve. De ott állt, tehát hogy ez ilyen kérdés most nincs. De szerintem ez egy trendforduló, volt, egy mondtad, hangulat. Azt mondod, hogy trendforduló, igen. Most már másodszor. Az, miért gondolod, hogy trendforduló? Tehát hogy az miből látszik? Én abból indulok ki, hogy az utóbbi időben mit olvastam és mit láttam a különböző sajtóorgánumokban. A baloldali sajtó folyamatosan arról beszélt, hogy megvan a remény. Ugye a remény egy nagyon fontos fogalom az ellenzéki politikában, talán a legfontosabb. Magyarország viszonylatában ez még inkább 11 év Orbán kormányzás után. A remény, mint olyan, az ugye erre volt alapozva, a tömegre, a kritikus tömegre. Arról szólt a kommunikáció, hogy mennyien mentek el az első fordulóban, és még többen mentek el a második fordulóban. Most ezek után megszervezni egy olyan rendezvényt, ahol ennyire kevesen vannak, tehát tényleg néhány ezren voltak, tehát annyira kevesen, hogy az szembetűnő volt, nem csak nekem egyébként, akár Hont Andrásnak is, aki dolgozik itt is, ha jól tudom, neki is szembetűnő volt, és ő is azt mondta, hogy önmérséklet és egy pici őszinteség is kellene, mert azért az, hogy most ezt megmagyarázni és azzal magyarázni, hogy elfáradtak az emberek, nem lehet. Tehát itt szerintem, hogyha nincs válasz, akkor nagy bajban van az ellenzék. Annyira lehet, hogy én mégis ezt tettem, tehát szerintem itt ismételgetjük az érveinket ugyanúgy, úgyhogy ez partalan innentől. Tehát, hogy te értem, hogy ezt gondolod, de hogy ez azon nem változtat semmit, hogy ez most így történt. Én szerintem ez semmiképpen nem trendforduló. Hát én nagyon sok baloldali újságírótól, baloldali véleményformálótól, nagyon sok elemzőtől azt hallottam, hogy ez egy kudarcos rendezvény volt, és ez megtöri azt a lendületet, ami az előválasztásnak a lendülete. Pedig volt. Azt mondom, hogy ez az előválasztásnak az egyik ilyen utópontja volt, ahol most lehet, hogy majd váltani kell a nagyországos kampányra, és ebből a mostani eseményből ilyen szempontból messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Most 2022-re én sem akarok levonni következtetéseket. Én arról beszélek, hogy az a trendforduló, hogy egy felfelé menő ellenzék most megállt, megbicsaklott, és a remény egy picit elhalványult. Egy picit beszéljünk a kampányról, mert amiben viszont nincs trendforduló, az jól látszott a miniszterelnök beszédében is, az, hogy ugye Soros Györgyöt már említettem, és ott van Gyurcsány Ferenc, tehát a Gyurcsány Ferencre húzza fel, és mossa össze a teljes ellenzékkel a Fidesz, az ellenzéket, mind a hat pártot, és Márki-Zay Pétert is. Mennyire lesz ez elég? Ervin, te mondtál nekem pénteken olyasmit, hogy ez kevés lesz. Nyilvánvalóan kevés lesz, és szerintem a Fidesz is ennyivel készül a választásokra.
Hát azért még van a gyermekvédelmi törvény, erről egyébként Orbán Viktor beszélt szombaton. Van a bevándorlás kérdés, ami szerintem még nagyon sokat változtathat a trendeken. És még számtalan olyan kérdést látok, akár a koronavírus okozta károk enyhítésére meghozott szociális intézkedések, amiben még komoly potenciál van a Fidesz számára, tehát még nagyon sok tartalék van a Fidesz mögött. Én azt látom, hogy a gyermekvédelmi törvény, vagy mondjuk a bevándorlás kérdése túlmutat a Fidesz törzszavazó bázisán. Én annyit tennék hozzá, hogy igen, tehát hogy már a beszédből is látszott az, hogy most már nem csak Brüsszel ellenfél, hanem ott van az Egyesült Államok is, mint egyfajta rivális, tehát hogy mint aki mondjuk 56-hoz köthetően talán nem segített eléggé, most pedig lehet, hogy jogállamiság tekintetében ugyanolyan kritikus lesz velünk, mint az Európai Bizottság, és még valami, tehát hogy szerintem a Fidesz kampány ilyen tekintetben még úgy is fel van építve nemzetközileg, hogy most már Orbán Viktor az Európai Parlamentet támadja, mert hogy ugye ő próbálja a bizottságot arra szorítani, hogy ezt az eljárás befejezze. Én csak azt mondom, hogy önmagában már abban is van egy ellentmondás, hogy a leginkább legitim, demokratikusan választott európai intézmény bántja Orbán Viktor ízlését ilyen tekintetben, és ebből már megformálódik a kampány másik üzenete, ami eddig hatott. Én csak ennyit tennék hozzá. Nem az Európai Parlament, az Európai Parlament egy többsége, tehát egy része az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlamentnek egy része, amelyik támadja az Orbán kormány, de ezek tagadhatatlan tények, tehát az, hogy nemzetközi támadás alatt áll az Orbán kormány, szerintem azon nem lehet vitatkozni. Akkor másképp fogalmazok, tehát az, hogy az Orbán Viktor Európára vonatkozó 6 pont vagy 7 pontjában az, hogy Európai Parlament helyett nemzeti parlamenteknek az együttműködése kéne az Európai Unióban, az egy olyan intézményi átalakítás, ami abszurd, vagy inkább azt mondanám, hogy ilyen újításon egy kicsit túlmutat. Az Európai Unió meghirdetett egy konzultációt azzal kapcsolatosan, hogy mi legyen az Európai jövője. Ebben Orbán Viktor megfogalmazott bizonyos pontokat, és ez nem így szólt, amit te idéztél, az úgy szólt, hogy a nemzeti parlamentek delegáljanak képviselőket az Európai Parlamentben. És ebben benne van pont a hatodik pont, hogy a nemzeti parlamentek ilyen szempontból alakítsanak egy együttműködési fórumot, ami védi az országok szuverenitását. Igen, a szuverenitás kérdése. Pontosan. Igen, de én ebben csak azt mondom, hogy a kampányban tehát benne lesz egy nagyon erős nemzeti vagy nemzetközi vonal, egy európai vonal és egy amerikai vonal is, és hogy ezt eddig is jó használta a Fidesz. De ez még nem európai egyenlőség, ez Európa megreformálásáról szóló konzultáció, amiben részt vesz a baloldal, a liberális oldal, a zöld oldal. De hát azon, amit tehát úgy értem, hogy nem Európa ellenesség. Ne haragudj, tehát a vitát ne vigyük le erre a szintre, jó? Tehát, tehát van egy Európai Uniós konzultáció. Te is felléphetsz, te is feltehetsz egyébként véleményt erre az oldalra. Én is megtettem. Orbán Viktor is megtette, az ő szava talán többet ér, mint az enyém. Orbán Viktornak van ezzel kapcsolatosan egy kialakított álláspontja, ami a kormány álláspontja is. Ez egy legitim álláspont. És ez a kampány része lesz. Uniós erről beszélgettünk csak eddig. Ez egy reform. Na, egyetlen egy dologra még kíváncsi vagyok, mert a véleményetekre ma tartott egy sajtót tájékoztatott Márki-Zay Péter, ahol elmondta, hogy nyilvánosságra fog hozni a nap folyamán bizonyos lejárató dokumentumokat, ezt később meg is tette, hogy ezt a demokratikus koalíció kapta meg a Fidesztől az előválasztási kampány alatt, pontosan nem tudjuk még, hogy kitől, egy vidéki város képviselője adta át egy DK-s képviselőnek, majd Márki-Zay Péterrel beszélek, megkérdezem a részletekről, hogy ki lehetett az, és miért nem mondják meg, hogy ki az. Mit láttok ebből az egészből? A DK most ezt odaadta Márki-Zay Péternek. Hát nem akarom dekódolni az ellenzéki kommunikációt, de itt azért mindenképpen arról van szó, hogy a DK demonstrálja az előválasztások után, hogy ő támogatja Márki-Zay Pétert olyan információkkal, amit ő a saját kampányában vagy üzenetei között fel tud használni. Szerintem erről szól. Lehet, hogy érdekes lesz, hogy kitől kapta, és hogy a Fidesz ilyen szempontból hol szivárog, de szerintem nem több, nem kevesebb. Mosolyogni nem merek, mert megint személyeskedésbe viszed hát ezt a vitát. Hát, hogy a mosolyogás igazából lehetne rajta mosolyogni egyébként ezen a sajtótájékoztatón. Szerintem a sajtótájékoztatónak egy célja volt, hogy elterelje a figyelmet a szombati kudarcról. Tehát arról, hogy mondjuk ebbe a stúdióba is ne csak arról beszéljünk, hogy mi történt szombaton a békemenetnél, és mi történt az ellenzéki oldalon, hanem arról is beszéljünk, hogy vajon a Fidesz mennyire gonosz, vajon a Fidesz mennyire figyeli meg Márki-Zay Pétert, vagy csak egy kicsit figyeli meg, vagy átadta a DK-nak. Egyébként nem én nevezem, és teljesen mindegy, hogy én mit gondolok erről. Dobrev Klára nevezte hazugnak többször egyébként Márki-Zay Pétert, nem Orbán Viktor nevezte hazugnak Márki-Zay Pétert, hanem Gyurcsány Ferenc nevezte hazugnak Márki-Zay Pétert, nem Novák Katalin nevezte hazugnak Márki-Zay Pétert, hanem Dobrev Klára nevezte hazugnak Márki-Zay Pétert. Értem, és ez most hogyan vonatkoztató erre a példára? Arra, hogy teljesen mindegy, hogy én mit gondolok erről, hanem azt, hogy a politikusok mit gondolok, és szerintem egyre inkább az lesz a kérdés, hogy a választópolgárok mit gondolnak a szavahihetőségéről. Már eddig is szerintem az volt. Mert a szavahihetősége ugye nagyon sok dologban már megbicsaklott ebben az előválasztásban. Orbán Viktornak viszont tökéletes. Köszönöm, hogy jöttetek, köszönöm a vitát. Folytatjuk. Köszönjük szépen.